És kedves nézőink, folytatjuk tovább a műsorunkat. Flesch Tamás a vendégünk, Magyar Szállodaszövetségtől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szomorú. Oké, nyitás, illetve nyitás az egy jó dolog, de hogy élte túl ezt az egészet a szakma? Ezt nem tudom még megmondani. Nem lehet még megmondani? Nem, korai nagyon megmondani. Sok oka van, hogy korai megmondani. Először is a nyitás az egy nehezebb dolog, mint zárva lenni. Mindenképpen pénzügyileg és egyéb szempontból, és majd kiderül, hogy ki hogy tudja ezt megvalósítani. És hát ugye Budapest tekintetében egyáltalán nem beszélhetünk még nyitásról, hát azon kívül ugye rengeteg összetevője van, akár a hitelmoratóriumtól kezdve, tehát azért az sok hónap lesz, mire ki fog derülni, hogy valójában ki az, aki túlélte ezt az egészet, és ki az, aki nem. Nem számoltak valamit, tehát hogy körülbelül mekkora lesz az az arány, amelyik aki elbukott ebben a történetben? Kiszámolhatatlan, hiszen minden szálloda vendéglátó mögött egy-egy gazdasági társaság áll, hogy az pontosan milyen állapotban nehéz megmondani. Egy biztos, hogy a szállodák azért olyan szempontból talán kedvezőbb helyzetben vannak, ha egyáltalán lehet ilyen szót használni manapság, hogy a szállodák tulajdonosai azért legtöbbször általában más üzletágakban tevékenykedő, a jövedelmet ott szerző emberek, akiknek, hogyha az az üzletáguk megy, akkor egy másik üzletágnak a veszteségét egy ideig, óráig tudják finanszírozni. Arról nem beszélve, hogy hát egy szállodai beruházás az egy komoly összeg, tehát ott azért a legtöbb tulajdonosnál egy erős pénzügyi háttér van. Ettől függetlenül komoly gondok vannak, hiszen ekkora leállás senki nem bír már ki. Még van ennek kapcsán az, hogy olyan problémám, hogy most egy jó darabig tulajdonképpen csak belföldi turizmusra lehet hagyatkozni. Mit tudnak tenni a 4-5 csillagos szállodák ilyen esetekben? Hát nem csak a 4-5 csillagos szállodák, ugye ilyen szempontból Budapest. Igen, ezt akartam volna különben utána kérdezni. Hátrányos helyzet. Ugye azt számoljuk, és hát valószínűleg ez is fog bekövetkezni, hiszen tavaly nyáron is így volt, hogy a belföldi turizmus erős lesz, nem nagyon lehet hova menni, az emberek ki vannak éhezve, hogy utazzanak. A szép kártyákon elképesztő mennyiségű pénz halmozódott fel, 160 milliárd van rajta, most már átjárhatóak a zsebek. Tehát, hogy azért nagyon sok pénzt el lehet most erről költeni, kvázi azt úgyis el kell költeni. Úgyhogy abba bízunk azért, hogy mind a magánszálláshelyek, panziók, szállodák, vendéglátóhelyek mindegyik dübörögni fog a nyár folyamán. Itt Budapest a nagy kérdés, hiszen Budapest a Covid előtti időben is olyan 93-95%-ban a külföldi vendégeknek volt kitéve, ami ugye a jelenlegi határzár mellett, meg a jelenlegi járványügyi helyzet mellett nem valószínűsíthető, hogy ez nyáron megváltozna. Az őszben egy picit reménykedünk, de egyelőre ez még csak remény. Tehát Budapest változatlanul, főleg a belvárosa ilyen állapotban lesz, és nem csak a 4-5 csillagosok, hanem mindenki. Tehát beleértve akár a magánszállás helyeket, akár a kis panziókat, mindenki mást. És ilyenkor mit tud csinálni egy ilyen szakmai szervezet? Hát nézze, mi azt csináljuk, amit eddig is csináltunk, a Covid előtt is és a Covid alatt is csak erősebben. Próbálunk segélykiáltásokat a kormány felé elküldeni, illetve a döntéshozók felé. Rengeteg dologban beszélgettünk, leveleztünk. Értünk el eredményeket, jobban örültünk volna, ha ennél többet tudunk elérni. Egy biztos, hogy most abba az irányba próbáljuk a javaslatainkat adni, hogy nem lesz elég az, hogy ez a mostani bértámogatási program a nyitásig fennmaradt, ezt a nyitás után is kéne legalább 3 hónapig erősíteni, és mi nagyon szerettünk volna egy úgynevezett újranyitási csomagot kapni minden egyes szálláshelynek, hiszen nem csak az árukészlet feltöltése, a takarítás, fertőtlenítés, új dolgozók felvétele betanítása és egyéb dolgokra kell költeni, hanem hogy hát egy darabig ugye azt is kell nézni, hogy nem jön még úgy a bevétel adott esetben, hogy ezt hogy lehet finanszírozni. Tehát részben ugye nem elegendő szerintünk az a fajta hitel, amit az MNB kibocsát, és hát ugye hitelre operatív költségeket finanszírozni nem egy egyszerű dolog, hanem szeretünk volna egy egyszerű újranyitási támogatást is kapni. Erről sajnos még nincsen döntés. Negatív irányba se, de pozitívba sem. Értettem. Tehát akkor lobby tevékenység és a magyarán szóval kormány meggyőzése. Így van. De az is érdekel engem, hogy mégiscsak előbb vagy utóbb lesz nyitás. Uh-huh. Akkor most be fog indulni az országok között egy új verseny, hogy akkor inkább ide gyere turista, ne oda, akkor itt komoly kampányokat kell folytatni, ugye? Igen, hát komoly kampányokat. Ami pénzbe kerül,
és ez valakinek finanszírozni kell. Komoly kampányokat, én azt gondolom, legalábbis ígéret, erős ígéret van, és talán ez több is, mint ígéret a Magyar Turisztikai Ügynökség részéről, hogy mind a belföldi, de inkább a külföldi kampányokra nagyobb összeget fog fordítani, hiszen talán a belföld magától is elég jól el fog indulni, a külföldi kampányokra, ahogy ön is mondta, rengeteg pénzt kell elkölteni, mert egyszerre fogunk állni nagyjából a startvonalnál a többiekkel. Igen, együtt, pontosan. És mindenki, nagy tülekedés lesz, mint az ilyen 10 000 méteres síkfutásnál, egymás sarkára fogunk lépni, és hát félő, hogy ebben akár egy árverseny is kialakulhat, ami nagyon szerencsétlen lenne, nem csak nekünk, hanem bárki másnak, hiszen a költségek folyamatosan növekedtek az elmúlt időszakban, hogyha még a bevételünk emiatt is csökkenni fog, ez elég tragikus kimenetelű lesz a mondjuk az üzemi eredmény szempontjából. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a kampány az rendben lesz, el fog indulni, és Budapest meg önmagában egy annyira fantasztikus desztináció, és ez nem változott meg, hála jó Istennek, az elmúlt egy évben sem, mióta nagyjából zárban Budapest ilyen szempontból, hogy én azt gondolom, hogy itt egy erős indulás lehet, abban az esetben, ha már lehet indulni. Azért kérdeztem ezt, mert valóban, amit mondott, hogy akkor startvonalról együtt indul mindenki, hogy komoly hátrányba kerülhet jelen esetben, ha nincs jó kampány mögé fölépítve Magyarország, hiszen mondjuk a török tengerparton, én ezt számomra olyan, mint egy nagyon szép csiri-viri, tehát olyan, mint egy szotüdülő. Tehát, hogy egyszerre bezsuppolunk oda egy kazal embert, nem tudom, több ezer embert, és akik ott folyamatosan megyek. Tehát, hogy ott tömegre hajtanak, az igényt, nem olyan igényes tömegre. Jól értem? Nézd, én nem is gondolom azt, hogy nekünk a török tengerparttal kell versenyezni. Ugye először is a nyáron az egy olyan fajta szabadidős turizmus van, akkor az emberek inkább a tengerpartra és nyaralóhelyekre mennek, kevésbé mennek nagyvárosokba, bár hál' Istennek 2019 és előtte levő években Budapest nyáron is tele nagyon volt. Tele volt. De most a járványügyi helyzet miatt ez nem igazán várható. Nekünk az a lényeges, hogy azokkal a hagyományosnak mondható versenytársainkkal, ami alapvetően szinte minden európai komoly város, azokkal kell versenyeznünk, és úgy kell meggyőzni a vendégeket, hogy miért jöjjenek Budapestre, és miért ne menjenek Bécsbe, vagy Prágába, vagy akár Lisszabonba, Barcelonába, bár most nem akarok Párizs-Londonról beszélni, mert ez egy másik kategória, de ebbe a nagyon erős, mondjuk második kategóriába, ami csak azért második, mert Párizs, London, Róma azért mindig kiemelkedik, abban nekünk nagyon jó esélyeink vannak, hogy visszahozzuk a vendégeket. Egyébként nagyon erősen függ majd attól, hogy a légitársaságok Budapest tekintetében hogy fognak elindulni. Tehát ha lesz elegendő légijárat, ha a légi marketingre is tud akár a turisztikai ügynökség, akár ugye egyéb dolgokból a magyar kormány is áldozni, akkor van rá esély, hogy hamar elkezdik Budapestet preferálni a légitársaság. Ha megfelelő járatszámban, megfelelő sűrűségben, akkor van esély, ja és megfelelő áron természetesen, akkor van esély rá, hogy nagyon hamar vissza tud állni. Világos. Közel az a helyzet, ami volt. Ha most jönne egy kis tündérke, és azt mondaná, hogy akkor jó, akkor május 1-től mindent szabad. Uh-huh. Akkor mennyi dolat térne magához az ágazat, mert azért mégiscsak, mert oké, hogy nem tudjuk, hogy mekkora veszteségeket szenvedtek, meg hogy ki maradt talpon, ki nem, de mégiscsak mennyi idő kell az ágazatnak, a szállodai szektornak, mennyi idő kell ahhoz, hogy újból tudjon működni. Tényleg két nagyon különböző dologról beszélünk belföld és külföld tekintetében. Tehát az látszódik, hogy a belföld biztos, hogy nagyon fog menni, és hogyha reményeink szerint, mert az tragédia lenne, nem történik akármilyen hullám, akármilyen mutáns, és nem lesz újabb bezárás, mert az borzasztó lenne, akkor ez folytatódhat ősszel is. A külföld tekintetében azt érezzük ma, de hát már eddig 12-szer újra terveztünk, tehát most, amit most mondok, ez a mai gondolataim alapján van, hogy nyáron akár valami minimális autós turizmus a környező országból elindulhat, hogyha lesznek bilaterális megállapodások. Ősztől ez megerősödhet, hogyha elindulnak a légijáratok is, és mi nagyon bízunk benne, hogy tavasszal egy igen komoly értelmezhető forgalom lesz. Nem feltétlenül arról kell beszélni, most mikor tér vissza 2019. 2017 nem volt egyébként. Tehát hogy világos. Ami jóval kevesebb volt. De én azt látom, hogy mondjuk 2019 tavaszán itt már akár hömpölyöghet a tömeg Budapest utcáin. A profitabilitás az egy másik dolog, mert azért ez nem ugyanaz, és ezt kell tudni. Tehát a foglaltság
Nem lesz talán annyi, de lehet akár közel annyi is. Az átlagár egyelőre most még nem látjuk, amíg kevés vendég van, eddig biztos alacsonyabb lesz. Ha megindul a kereslet, akkor valószínűleg az is emelkedik. Ugyanakkor a költségek rendkívül megnövekedtek. Tehát összességében azt mondom, hogy a nagy kérdés az, hogy a profitabilitás mikor fog visszatérni, azt nagyon nem látjuk egyelőre, az akár sok év is lehet. És ezt is bírnia kell a különböző szállodák mögött meglévő gazdasági társaságoknak, hogy a profitabilitást azt valahogyan még meg tudják várni pontosan. Hát meg főleg azért, hogy ugye a tulajdonosok most az elmúlt mondjuk egy évben kiszenvedték ezt az egészet, azt várnák, hogy na, akkor elindul, akkor lehet pénzt keresni. Nem lehet. Nem, legalábbis úgy nem, mint előtte. Jó, és akkor az az egy kérdésem maradt, hogy mennyire pozitív a jövőkép a szállodaszövetségnek? Én abszolút pozitív, de nem én, hanem mi a szakmában abszolút pozitívak vagyunk. Ugye azért ez a, ha most Budapestről beszélünk, akkor egy fantasztikus főváros, de az egész országban elképesztő helyek vannak már, amit érdemes megismerni, tehát azt gondolom, hogy a turizmus, ugye ez egy régi elcsépelt szlogen, de a béke iparága, és most ugye ilyen szempontból nincsen béke, tehát ha visszatér megint a békeállapot, akkor ez szárnyalni fog és működni fog, hiszen az embereknek most már egy természetes vágya az, hogy menjenek akár hétvégén, akár hétköznap is, nyáron, télen, ősszel, tavaszi szünetbe, őszi szünetbe, úgyhogy ilyen szempontból elképesztő optimisták vagyunk. Most egy komoly falnak ütközés volt, de össze fogjuk szedni magunkat. Jó, hát akkor összességében elmondhatjuk, hogy legyen béke, és nem csak a Magyar Szállodaszövetségnek jó, hogyha béke van, hanem nekünk is jó, mert akkor végre mehetünk, jöhetünk, és akkor végre visszakapunk valamit az életünkből. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezeket elmondtam. Én is köszönöm, minden jót kívánok.